Annak hoztam most ezt a kirakást, akinek nincs párkapcsolata. Nagyon sokféle oka van annak, hogy az embernek nincs párkapcsolata, és a tarot kártya ezeket az okokat nagyon szépen meg tudja mutatni. Most ehhez egy háromlapos kirakást hoztam, amit te magadnak is elkészíthetsz. Az egyik ilyen oka, miért nincs párkapcsolata az embernek, hogy negatív képe van a párkapcsolatokról. Úgy általában, nyilván ennek valamilyen módbeli oka van, vagy azért, mert gyerekkorában ezt a példát látta, vagy azért, mert olyan csalódások érték, ami miatt ugye negatív képe lett. Aztán lehet még az is az oka, hogy az emberek több elvárása van, mint amennyit ugye egy partner tud teljesíteni, illetve, hogy lehetnek olyan blokkok benned, ami miatt ugye ez most még nem tud beteljesülni. Tehát ezeket fogjuk egy picit körbejárni ezzel a kirakással, amihez a romantik tarókártyát vettem elő. Ez egy nagyon jó kis párkapcsolati kártya csomag, és nagyon szépen meg fogja mutatni ugye ezeket a viszonyokat a partnerségről. A kirakás az úgy néz ki, hogy az első lap megmutatja, hogy általában milyen képed van a párkapcsolatról. A második megmutatja, hogy hogyan állsz most egy új párkapcsolathoz. Ugye ez a jelenről szól, tehát hogy nem általában, hanem most ebben a pillanatban, hiszen ez a hozzáállás befolyásolni fogja, hogy találsz-e vagy sem. A harmadik lap pedig a következő lépést fogja mutatni, amit meg kell tenned, hogy rád találjon az a bizonyos nagy ő. Na nézzük, a te életedben hogyan is néz ez ki. A három pakliból válasz egyet, és akkor elmondom, mit üzen neked a taró ezzel a témával kapcsolatban. Tehát nézzük, aki az elsőt választotta. Tehát az első lap az, hogy általában milyen képed van a párkapcsolatról, ez a kerény 8-as. Itt éppen búcsút vesz ezektől a hölgyektől az úriember, tehát haza megy a nagy ünneplés után. Tehát ez egy olyan kép, ami arról szól, hogy szomorú vége lehet a párkapcsolatoknak, és akkor az ember végül egyedül marad. Tehát alapvetően nem egy annyira pozitív kép ez. A második kép ugye arról szólt a kirakásban, hogy most hogy állsz egy új párkapcsolathoz. Ez a kar 10-es lap, ahol látsz egy búcsút, tehát ez is egy veszteség élmény, mi arra utal, hogy valamilyen régi sérelmet, egy lezárást még nem tudtál feldolgozni, és emiatt ugye nem feltétlenül vagy nyitott most egy új párkapcsolatra, mert hogy az a képed, az a gondolatod van, hogy el fogod veszíteni a másikat. A harmadik pedig a következő lépést mutatja, ez a kehely 2-es lap, ami látod egy hölgyet ábrázol, aki ott üldögél, viszonylag nyitottan, észrevehetően, és az Úr föl is figyel rá. Tehát, hogy a következő lépés az, hogy nyisd meg a szíved, nyugodtan legyél egy picit bizalommal teli, és hagyd, hogy más is észrevegyen. Jó, itt persze nyilván azért az érzelmi nyitottság, mivel kehely lap nagyon-nagyon fontos. És akkor nézzünk egy felismerés kártyát ehhez. Ez egy ilyen kisebb csomag, ami felismeréseket tartalmaz, és akkor nézzük, mit üzen neked erre a témára. Üdvözöld a napot a szívedbe, és hagyd, hogy melege és szeretete mindenkire sugározzon. Ez arról üzen neked, hogy hagyd, hogy a nap kitárja a szívedet, tehát, hogy engedd be a fényt az életedbe, és ne a múlt keserűségét és sötétségét tartsd szemed előtt. Jó, hanem engedj helyet az új fénynek. Nézzük, aki a második paklit választotta, neki mit üzen a tarókártya. Ugye az első lap arról szól, hogy általában milyen a párkapcsolatról a képed. Itt ez az érme 10-es lap egy házaspárt ábrázol, olyan embert, akik erősen kötődnek, és van múltjuk, és szeretik egymást, odafigyelnek egymásra.
Tehát általában olyan képe van a párkapcsolatról, hogy ez hosszú távon és jól működtethető. A második, a szerencsekerék az itt a pozíció szerint arról szól, hogy hogy állsz most egy új párkapcsolathoz. Itt látod, a két ember együtt van, egy randevún éppen, tehát mindenképpen nyitottságot mutat, és a szerencsekerék, illetve maga a kerék is arra utal, hogy egy változás éppen most történik, tehát egy új párkapcsolatra most éppen nyitott vagy, és kicsit a sors is be fog ebben segíteni. A következő lépés, ez a bottizás lap, ahol itt a főszereplő jön föl a lépcsőn, az aluljáróból, a metróból, utal arra, hogy a múltat le kell zárni, ki kell lépni azokban a helyzetekből, ami már nem működik igazán. Tehát vad is hátat a múltnak, és adj teret az új dolgoknak, tehát igazából csak annyi, hogy legyél nyitott, és ragd le azokat a terheket, amiket eddig cipeltél. És akkor nézzük, milyen felismerést hoz, vagy üzen neked a kártya. Nyitottságod, bizalmad és szereteted mindenki iránt, másokat is képessé tesz arra, hogy önmagukat teljesen és biztonságban nyújtsák. Vagyis, hogyha önmagadat adod, akkor a másik is könnyebben tud önmaga lenni, és ezáltal sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy a kapcsolat az megtörténjen, hogy az elmélyüljön, hogy olyan legyen, amilyet te szeretnél. Úgyhogy légy önmagad. Na nézzük a harmadik csomagot, aki választott annak az üzenet. Az első lap, ugye a kehely 10-es, ami arról szól, hogy milyen képed van általában a párkapcsolatról. Ez egy nagyon szeretetteli udvarlást jelképez, ami mindenképpen azt a képet hordozza, hogy elvárod, hogy a másik azért tegyen a te kegyeidért, hogy elnyerjen téged, és mindenképpen fejezze ki az érzéseit, ez számodra nagyon fontos a párkapcsolatban. És természetesen, mivel 10-es lap, azért egyértelmű itt is az előzőhöz hasonlóan, hogy ez is hosszú távra szóljon, tehát neked ez egy nagyon fontos, hogy hosszú távon érzelmileg legyen meg a romantika kapcsolatban. A második lap, hogy most hogy állsz egy új párkapcsolathoz, ez az igazság lapja. De az igazság lapja ugye a döntéseinkről szól, de olyan döntésről, ahol mind a szíved, mind a logikát kell, hogy helyet kapjon. És ez egy picit nehéz, hiszen általában vagy egyikre, vagy a másikra szoktunk hallgatni. De hát most itt hozzáállásnak azt jelképezi, hogy mind a kettőt figyelembe veszed, amikor egy új párkapcsolatot elkezdesz, hogy az eszed ugyanúgy beleszól, mint az érzéseid. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy mindig segíteni fog, hiszen ugye érzelmi dologról van szó, hogy egy új szerelemnél nem biztos, hogy az eszünk olyan nagyon sokat fog segíteni, de ugyanakkor segíthet is, csak ami itt nagyon fontos, és ezért van mérleg a kezében, hogy ne engedd, hogy az eszed uraljon, hanem ugyanúgy a szívedre is hallgass, és akkor igazából megfelelően nyitott leszel egy új párkapcsolatra. Ami még itt fontos szimbólum, hogy be van kötve a szemmel a hölgynek, ez mindenképpen arra figyelmeztet, hogy ne a látszat alapján ítéled meg a másikat, hanem tényleg a megérzéseidre támaszkodj, és akkor nem fogsz tévedni, és könnyebben is fogsz tudni dönteni. A harmadik lap a következő lépést mutatja. Itt ez a hold lapja, ami egyébként egy nagyon pozitív képen van itt ábrázolva, hiszen Párizsban ugye két szerelmes egymást átölelve nagyon meghitt pillanatokat élnek át. Ez arra utal, hogy mivel itt sötét van a képen, hogy nem biztos, hogy most még el tudsz indítani egy párkapcsolatot látható módon, tehát lehet, hogy először még csak egy ilyen meghittebb, kisebb találkákat tudtok megejteni, vagy egy rövidebb utazást a pároddal. De utalt egyébként arra is, hogy külföldön találkozol valakivel. Illetve, hogy olyan helyzeteket, amikor egy picit bizonytalanabb lehetsz, hiszen a hold a bizonytalanságunkról is szól, és ezeket valamilyen módon kezelni kell.
hogyan tudod kezelni, úgyhogy a megérzéseidre támaszkodsz, és nem engedsz nagy teret a félelmeidnek. Tehát ne akarj még most egy hosszú látványos nagy szerelmi párkapcsolatot elkezdeni, hanem inkább a bizonytalanságodra fókuszálj, hogy az csökkenjen, illetve, hogy egyelőre szépen lassan haladj a párkapcsolatban, és egyelőre egymásra figyeljetek, és ne a környezetet akart lenyűgözni. Na nézzük a felismerést, ami neked üzen. Őszinte és igaz vagy minden pillanatban. Hatalmadat szeretettel gyakorolva. Egy picit ez azért kapcsolódik az igazság lapjához is, hiszen ott is az őszinteség nagyon fontos. Tehát itt is bármilyen negatív érzés merülhet föl benned, ezt mindig őszintén kommunikáld, mert akkor a kapcsolat valóban szeretetteli módon tud működni, hiszen akkor a bizalom meg tud születni, fel tud épülni. Gyere, nagyon figyelj oda, hogy őszinte legyél. Köszönöm a figyelmet, és ha tetszett, akkor hozd meg másokkal, illetve érdemes feliratkoznod a csatornára. Megtalálsz egyébként az Instagramon és a Facebookon is Tarósuk Tobó néven. Szia!